Augusztus 18-án indult Mátész Szalkáról, és tervei szerint szeptember 1-én érkezik meg Zalaegerszegre Dudás Miklós. Az 500 kilométeres távolságot futva teljesíti, ez alatt 14 helyen áll meg az országban. Füzes Abony az 5. állomás helye volt, ahová csütörtök este futott be Mezőkövesről. Ez egy rövid táv volt számára, ugyanis naponta maratoni távolságokat szokott teljesíteni, hogy tartani tudja a tervet. Határozott céllal kezdtem el futni. Ugye részben a figyelem felhívása egy egészségtudatosabb életmódra, a kerékpárutak használatára ott, ahol van, és ott, ahol nincs, pedig annak a szükségességére. És ahogy tapasztaltam most itt a hármas főútvonal mentén jöttem végig, hát igencsak hiány van a kerékpárutaknak. Továbbá bizonyítani szeretné, hogy az önzetlenség nem tűnt el, ezért jó formán pénz nélkül vágott neki a hosszú útnak, ahol az este éri, ott reméli, valaki befogadja éjszakára. Az állomás helyeken motivációs előadásokat is tart, amiben a lelki és a testi egészség fontosságára hívja föl a figyelmet. Péntek este viszont már Gyöngyösre érkezett, majd szeptember 1-én Zalaegerszegre fog. Azt, hogy miért pont ezt a várost választotta, azt majd csak a futás végén árulja el.